szeretettel köszöntök mindenkit. Itt vagyunk a Sóskuti Ipari Parknál, dr. Fischer Zsuzsannával és Paré Jánossal. Paré úr az elmúlt időszakban azzal keresett meg minket, hogy egy több mint 200 millió forint összértékű ingatlan vagyon a Magyar Bíróság különböző eljárási hibákon keresztül 12 év után is még mindig lezáratlannak titulál, amiben felmerültek az eljárási hibák során különböző felszámolásokkal kapcsolatos esetleges visszaélések, különböző eltusolások és sikkasztások, ezeket vélelmezzük. Azt szükséges itt az elején még megjegyezni, hogy a felszámolók az teljesen különálló szervként tevékenykedik itt Magyarországon, és egy szuperhatóság alá kerültek már közel egy éve, és ez a szuperhatóság figyeli egyébként a tevékenységüket a felszámolóknak, ugyanúgy egyébként a végrehajtóknak is, és a trafikoknak is a szerencsejáték felügyeleti jogkörét is ellátja ez a szuperhatóság, ami egyébként majd a későbbiekben még kifejtem, hogy ez miért is aggodalmas ez a szuperhatóság. Az elmúlt időszakban több panasz is érkezett, ugye az nyilvánvaló, hogy a végrehajtóktól rengeteg panasz érkezett be pártunkhoz, illetve közvetlen hozzám is, de a felszámolókkal kapcsolatban is olyan sok ügy is beérkezett, és amit itt majd a Jánossal is meg fogunk beszélni itt egy konkrét üggyel kapcsolatban, ez kiemelkedő, de a felszámolókra vonatkozó panasz áradat miatt is próbálunk inkább ezzel a témával is mindenképp foglalkozni a közeljövőben. És akkor kérdezném is, János, hogy ugye itt állunk ezelőtt az épület előtt, és mi is történt itt pontosan? Ugye ezt felszámolták, ezt a önépítette ugye ezt a épületet, és milyen mértékben vagy értékarányaiban milyen alacsony áron sikerült felszámolni a felszámoló biztosnak, vagy mi a történet alapja? Akkor először is azzal kezdeném, hogy a cégem 2010-ben felszámlási helyzetbe került, egy 40 milliós tartozás lejárta miatt, ami azért keletkezett, mert a CIP Bank megígérte, hogy egy induló kölcsönt ad a vállalkozásnak, abban akkor, hogyha az ingatlan megkapja a használatba vételi engedélyét. Ezt én komolyan vettem, és hát annak azért is komolyan vehettem, mert rávezették a ingatlan tulajdoni alapjára, a CIP Bank rávezetett 66 millió forintos kereti elzálog jogot. Tehát ezért biztosra vettem, hogy meg fogok kapni ezt a kölcsönt. Sajnos elkészült az üzem, nem kaptam meg a kölcsönt, ezért kerültem felszámolási helyzetbe, és akkor innentől kezdődik a dolog, hogy egy olyan felszámolót jelölt ki a bíróság az eljáráshoz, aki ez mindez 2010-ben történt, aki már 2009 óta törvénytelenül működött, nem volt ügyvezető igazgatója, mérlegeket nem nyújtott be, abszolút nem végezhetett volna a felszámolást. Ennek ellenére a bíróság kijelölte őt felszámolónak, akkor is, hogy pedig amikor közhiteles adatokból nyilván ez kiderült, hogy törvénytelen működik a cég. Ennek az ingatlannak akkor a becsült értéke egy érdítelekkel együtt kb. 200 millió forint volt. És mekkora értékre becsülte akkor a felszámoló? A felszámoló 16 millió forintért adta el ezt a gyárépületet és az érdítelket együttesen. Ami nagyon érdekesebb az ügyben, hogy még ezzel a 16 millió forinttal sem tudott elszámolni a felszámoló, úgy adta be az elszámolását a bíróságnak, hogy ebből a 16 millió forintból 13 millió forint őrzés-védés költségén ő felhasznált, de emögé bizonyítékként csak egy 1 millió 200 ezer forint a számlát tudott becsatolni. Ezek után mi megkértük a számlát kibocsátó céget, hogy nyilatkozzon arról, hogy ez a 13 millió forintos költség mennyire valós. Ő nyilatkozott, hogy nekik csak 1 millió
240 ezer forintos költségük volt. Tehát magyarul itt eltűnt ez a pénz. Mi ezt jeleztük a bíróságnak. Aki nem tudta lezárni ezt a felszámlási eljárást, mert ő se tudott mit kezdeni a 13 millió forintos számlával, meg a 10 millió forintos, illetve az 1 millió 200 ezer forintos bizonylattal. Ezért húzódott az ügy. Most már lassan több mint 10 éve húzódik az ügy, és hát a második felszámolótól is elvették az ügyet, és most kineveztek, most már egy éve, egy harmadik felszámolót, aki most már egy éve nem tesz semmit sem. Én azt gondolom, hogy arra mehet ki ez a dolog, hogy évüljön el az ügy. De hogyan is zajlott az értékesítés? Mert itt ugye a becsült értéknek hozzávetőlegesen a 8-9%-ára becsülte fel ugye ez a felszámoló ezeket a két ingatlannak az értékét, ami meglehetősen alacsony, sőt felháborító, hogy egy tizedéért sem próbálta ezt ugye számítani. Hát ez mellett még az a szép, hogy a hitelezők igényét sem tartotta szem előtt, a érdekeit, mert a hitelezők nem kapták meg ebből ugye a 11 néhány millióból nem kaptak semmit, és tulajdonképpen, mivel ilyen egyszemélyes cég voltam, meghagyták rajtam az adósságot. Tehát volt 200 milliós vagyonom, volt 40 millió forintos tartozásom, eltüntették papíron és gyakorlatban is ezt az egész vagyont, és meghagyták az adósságot. Tehát onnantól kezdve a 40 millió forinttal továbbra is tartozom, illetve azoknak a kamataival, eladták behajtóknak, zaklatnak, azóta is zaklatják az életemet, nem árnyék emberként élem az életemet azóta is, teljesen ellehetetlenítettek ebbe a dologba. És ezért kértem a Mi Hazánknak a segítségét, mert egyszerűen már minden fórumot végigjártam, senki nem segített ebbe a dologba. A bíróságon is csak azt a választ kaptam, hogy maga ezt hogy élte túl. Hát én azt gondolom, hogy ez nem az, és azt gondolom, hogy ha papíron bizonyítható bizony, hogy ezek a pénzek eltűntek, az, hogy olyan végezte a felszámolást, aki bizony nem volt neki jogosítványa, hát akkor mi a csődbüntet? Hát ennyi erőből én ezt foghattam volna ezt az ingatlant, és eladhattam volna, mielőtt még a csődeljárás elindult volna. Én jogkövető állampolgárként végigcsináltam ezt a dolgot, úgy, hogy rábíztam magam az államra, hogy ezt az eljárást lefolytassa, kifosztottak. Hát így, hogy tudjam tovább élni az életemet, és vajon még hány emberrel csinálták meg ugyanezt? Az lenne a kérdésem, hogy ha kiindulunk a KH-tól, ugye az elején volt az a CIB, amelyik azt a keret jelzálogjogot rárakta. Igen. Hogy az miért nem került le utána? A 13 millió forintos tartozásra ígértek nekem 50 millió kölcsönt, illetve 16 millió forintos tartozásra, 50 millió kölcsönt, és ezért gondolták, azt mondták nekem, hogy akkor már most egybe rátesszük a keretjelzálogjogot az ingatlanra, a 66 millió forintot, és akkor hát ezzel is bizonyították, hogy én ezt meg fogom kapni, ezt a hitelt. Itt volt az érték, itt volt minden egyéb, tolvonást nem kaptam meg. És május 18-án pedig megjelent a közlönyben, a magyar közlönyben, hogy törölték őket a felszámolók névsorából. De hát már eleve nem lehettek volna benne a felszámolók névsorába, hiszen nem volt ügyvezetőigazgatói, 2009-től mérlegeket nem nyújtottak be. Hát rengeteg, aminek meg kellett volna felelnie törvényileg egy felszámoló cégnek. A felszámoló saját magát nevezte ki felszámolónak. Tehát a felszámoló cégben úgy képzelje el, hogy benne van mondjuk egy alkalmazott, és az alkalmazott saját magát kinevezi felszámolónak, és azt innentől kezdve jognyilatkozatokat tesz, eljár a cég ügyében, értékesíti a vagyonát, mert ő ezt megteheti. Hát én azt gondolom, hogy valahogy ez nincsen ingyen. És a bíróság tudott erről nyilvánvalóan, hogy a felszámoló törvénytelenül működik? Tudott róla, hát jelenleg is meg lehet nézni a cégbírósági nyilvántartásban, hogy számtalan beadvány más cégektől beadták a bíróságra, hogy törvénytelenül működik a cég. Nem volt mérleg, nem volt ügyvezető, és később még a felszámoló cég is elismerte, hogy ő törvénytelenül működött. Nem jogosan. És még ez sem volt elég ahhoz, hogy ezt a dolgot elővegyék. És úgy záródott le ez az ügy is, hogy 6 millió forint per költséget megítéltek az engemet kifosztó cégeknek a számára, tőlem, akitől mindent elvettek. Hát gyakorlatilag tőlem az egész életemet elvették, vagyonomat, elmúlt 10 évemet, a gyerekeim jövőjét, mindent elvettek. Hát szó szerint ténylegesen kifosztottak. Kifosztottak, így van. És ezért mondtam, hogy árnyék emberként élem azóta az életemet, hát így hogy lehet tovább lépni?
bejelentette ezeket a szabálysértéseket gyakorlatilag itt az eljárási rendben, gyakorlatilag már kimondottan onnantól kezdve, hogy a Cibra elhelyezte ezt a jelzálogot, és onnantól kezdve, hogy a bíróságra került az értékesítés során és a felszámolókig. Most hol tartunk? Most ott tartunk, hogy gyakorlatilag hiába tártuk a bíróság elé ezeket a tényeket, amiket most én elmondtam, hiába mondtuk, igazániból nem foglalkoztak vele, azt mondták, hogy továbbra is nincs jogom perelni, és hiába a végén benyújtották az áró mérleget, amivel ugye egy felszámlás eljárás lezárulhat. De az áró mérlegbe ugye odarakták a számlát, az elszámolt 13 millió helyett odaraktak egy 1 millió 300 000. Nem tudnak elszámolni még azzal a pénzzel se. És gyakorlatilag most nem tudja a bíróság ezt lezárni. Egyszerűen nem tudja, mert nem tudnak ezzel mit csinálni. És ezért én azt gondolom, húzzák az időt, én nem tudom mennyi idő még, amíg ez elévül, húzzák az időt, mert most már a harmadik felszámolóhoz tették a dolgot, de azt se tud mit csinálni, mert nincs mögötte számla. Ez jelenleg itt áll a dolog, most már több mint 11 éve tart a felszámolási folyamat. Ez meglehetősen abszurd. Főleg, hogy tényleg abszurd. Itt áll, vagyis itt áll mögöttünk ez az épület, amiért 16 millióért igen, számolta fel. Egy téglánként itt voltam, amikor ez készült. Gyakorlatilag itt, amit most látják, ilyen kis gajakat talán látnak a földből kinőve. Na, még talán ilyen volt, amikor én tőlem ezt elvették, és nézzék, fák vannak, és úgy körbe van. Az épületet. Hát az épületet nem lett, Csipke Rózsika államát alusza, és hát gyakorlatilag nem nyúlt hozzá senki. Tehát valamiért ehhez sem nyúlnak 11 éve. Pedig egy az építőiparban hasznos, ugye? Nagyon hasznos területen van, nagyon hasznos területen van. Nyílászárókkal foglalkozott. Itt van a MAPEJ, rengeteg építőanyagcég, ez egy nagyon, nagyon, nagyon komoly és jó helyen levő, és egy nagyon komoly épület. Igen, hát saját magamnak építettem, úgyhogy ez nem egy könnyű szerkezetes épület, hanem 38-as téglafal veszi teljesen körbe. Úgyhogy hát a szívem az vérzik, amikor most ezt látom. Nézzünk meg egy pár pillanatot arról, hogy hogy is nézett ki még jó pár évvel ezelőtt az épület. Igen. Ez az üzemépület. Jól látható, hogy nem könnyű szerkezetes az épület, betonpillérek és 38-as téglafallal vannak a betonpillérek kitöltve. Műanyag nyilászáró üzemnek készült az épület, de bármilyen más egyéb célra is használható. Ugye itt egy elég kacifántos és elég mélyreható és felháborító felszámolási eljárásról hallottunk egy történetet. Ugye a János előadásával önnek, mint szakértőnek mi a véleményem, ugye ön pont ilyen felszámolási eljárásokkal, meg a felszámolókkal foglalkozik, hogy itt mi lehetett a pontos jogsértés, vagy mint csúszhatott el ez az adott ügy? Hát itt le kell szögezni legelső helyen, hogy véletlenekről szó nincsen. Ez teljesen tudatosan a teljes közigazgatást átszövő korrupciós hálóról beszélünk. A János esetét egy másik barátom esetével teljesen analógiába lehet állítani. Az Alpok Akvának a lenyúlása, ugyanez a Cibbank megígérte a hitelt, nem kapta meg a hitelt, és a meg nem kapott hitelre reményében elvégzett beruházásnak a hiánya, vagyis a finanszírozásnak a hiánya hozta a felszámolási helyzetet. El lehet ezt mondani kecskeméti bútorgyár ügyében, ahol maga a fejlesztési bank ugyanezt csinálta. Tehát felszámolóknál jelen pillanatban teljesen évtizedek óta egy önkényuralom van. Bírók igenis rettegnek a felszámolóktól, olyan túlhatalommal rendelkeznek. Ezek bizonyíthatóak. Ezek nagy korrupciós hálózatról beszélünk, ugye egy igazi maffiáról ebbe az esetbe. És akkor ez már a bankok is erősen érintettek, ha jól értem, és ez már nem Conteo. Hát tessék abba belegondolni, amikor egy miniszteri hatáskör rendelkező személy alá rendelt szervezetnek titkosítják az elérhetőségét, telefonszámait, e-mail címét, az ember bemegy egy hivatalba. Ugye minden eljárásnak az alapja az, hogy van egy ügyfél, és az ügyfél, a buta ügyfél bemegy a hivatalba, és szóban vagy írásban előterjeszt egy kérelmet. Ugye a legalapvető jog, amit mindenkit megillet, hogy a kérelmemet elő tudjam terjeszteni, vagy be tudjam nyújtani, és egy érkeztető bélyegző, vagy egy jegyzőkönyv formájában kapjak egy papírt.
amikor órákat kell egy hivatal ajtajába állni, hogy lejöjjön, leméltóztasson jönni a nagykegyelmű valaki, hogy ráüssön egy pecsétet, neki semmi dolga van a papírra, üsse rá a pecsétet, majd a hivatali ügymenetbe elintézik, és majd értesítik a törvényeknek megfelelően. Az időjárás közbeszólt sajnos itt a előadásnak, úgyhogy a másik ingatlannál keresünk. Folytatjuk jó. Akkor. Megérkeztünk a másik, már az előbb említett ingatlanra is, amit ugye ugyanúgy a felszámoló a felszámolási eljárásban értékesített, meglehetősen alacsony áron is tette ezt meg. Ugyebár Károly, igen, itt vagyunk pontos információink. Érdi Gesztenye fa utcában, ahol állt ez a 900, vagy áll ez a 900 négyzetméteres telken az, az épület, aminek ugye korábban, jól tudom, akkor 16 millió fölött volt a becsült értéke. Igen, igen. Valami körülbelül 1 millióért adták el. Igen. Igen. Érdem azért nem sok helyen lehet 1 millióért találkozni. Érfarkvárosban, Zsák utcában és panorámás, abszolút zöldövezet. Igen, hát ez meglehetősen áron alul lett ez is. Irreális. Igen, irreális. Hát ugyanúgy, mint a gyár, ez is irreális. Az az érdekes, hogy előtte egy héttel alapított offshore hátterű cégnek értékesítették ezt az egészet. Úgyhogy erősen úgy nézett ki, hogy ennek lett kiírva az a pályázat, hiszen senki más nem is indult rajta. Annyit esetleg itt érdemes megjegyezni az offshore háttérre figyelemmel, hogy nekem ez magánvéleményem, de lehet, hogy a jogtól sincs azért annyira távol, hogy az összes offshore hátterű ügyletet, ami nyilván egy célt szolgál, hogy a valós tulajdonosi kört megfelelő módon bújtassa, egy nagyon egyszerű magyar törvényi tilalommal lehetne megalapozottan vizsgálni. Számtalan ügyel, számtalan más területen. Ezek bizonyítható tények. Igen, ez jelen van, ugyanúgy a követelés közülüknél. Meg ez is ugye, ugyanúgy összefonódik a politikai háttér. Való szándék nincs ezeknek a dolgoknak a valódi kézben tartására és a átfogó kezelésére. A felszámolók az eljárásuk során ugye nagyon nagy hibákat is ejtenek olykor-olykor. Ez ugye nagyon sok panasz érkezett be egyébként a pártunkhoz is az elmúlt időszakban. Ugye az előbb említett eset nagyon jól példázza azt, hogy kifejezetten is irreálisan, felháborítóan, alacsony áron értékesítették a Érden az ipari parkban, a Sóskúti ipari parkban, és az érdi ingatlan áron alul értékesítése az ugye hozzávetőlegesen a számításaink alapján 8-9%-os volt, ami még ugye ez felháborító, hogy a mai jogrendszerben egy megbízott, egy felszámoló egy ilyen mértékű áron aluli értékesítést visz végbe, főleg annak tudatában, hogy több jogsértést is elkövetett, illetve az a elmondások alapján a felszámoló nem is jogszabályok szerint működött és végezte ezt a tevékenységét. Ugye ezt a szuperhatóságot a kormány tavaly októberében létrehozta, amely keretén belül egy kalap alá és egy védelem alá hozta a végrehajtókat és a felszámolókat is. És én már nagyon régóta említem azt a tényt, hogy ez a szuperhatóságnak a létrehozása nem mást célt szolgálhatott, mint az efféle tevékenységek, mint a végrehajtók, a felszámoló biztosoknak a védelme, illetve az adósok, illetve a felszámolás alatt lévők kisemmizését is egyébként valamilyen úton, módon ezt elősegíti, mint ahogy az előbb a János is említette, hogy teljesen kisemmizték az elmúlt időszak alatt, és még mind a mai napig nincsen megoldás az ügyében, és már több mint 10 éve folyik ez az eljárás. A Mi Hazánk mozgalom a végrehajtó maffia felszámolása után zászlajára tűzi a felszámoló biztosok felderítését, a kinevezési, az elmúlt időszakban a kinevezési hullámoknak a ellenőrzését, és az új szuperhatóság alatt végzett tevékenységüket is a jövőben kutatni fogja, és a hozzájuk szorosan kötődő jogszabályi hátteret és a visszaélések visszaszorítását is mindenféleképpen a továbbiakban is kutatni fogja, és ez ellen fel fog lépni. Adott volt egy 200 millió forintos vagyonom, házam, gyáram egy személyben, amit nem kölcsönökből, nem pályázatokból, nem semmi segítség nem állt rendelkezésre, mert ezt úgy hoztam létre. Volt egy 40 millió forintos tartozásom. A vagyonomat elvették, a tartozásom megmaradt,
csak az adósság a nyakamban maradt, úgyhogy gyakorlatilag egy nincstelen és kiforgatott ember lettem, de bízom benne, hogy ennek az ügynek azért még nincsen vége, és hiszem azt, hogy még meg fogom találni az igazságomat.